Azt hiszem, egy kicsit túltöltöttem. Igen, csak sok körzeti, két miniszterelnök jelölti vita, különböző értékelő műsorok. A minőség nem volt mindig magas, de az, hogy 11 éves Fidesz uralom alatt végre valami ilyen izgalmas ellenzéki dolog történik az előválasztással, az igen szuper. A nemzetközi hasonlatban is magas részvételi arány is erről tanúskodik. Bár a megtisztulás nem volt teljes körű, sok káros elemtől megszabadult az ellenzék, ami szintén nagy eredmény. Tehát nagy-nagy siker, köszönet mindenkinek, aki részt vett benne. Fidesz média gyurcsányozáson kívül nem is tudott mit kezdeni az egésszel, ezért leginkább nem is tudósított róla. Maradnék először a második fordulónál, melyet kb. Egy hét múlva rendeznek meg. Három jelölt jutott be. Dobrev Klára, Karácsony Gergely, Márki-Zay Péter. Az utolsó név meglepő lehet. Fekete Győr András leszereplése borítékolható volt, de Jakab Péter tartották sokan harmadik befutónak. Én nagyon örülök, hogy ez a helyzet, én is Márki-Zayra szavaztam. Egy három szereplős második fordulót a taktikai szavazásnak köszönhetően esélyesen Dobrev Klára fogja megnyerni, és Dobrev meg az igen nagyfokú elutasítottságával nem hiszem, hogy meg tudja verni 2022-ben Orbán Viktort. Nem véletlen, hogy a Fidesz nem is annyira Dobrevet, hanem inkább Karácsony támadja a legaktívabban. Mit tesz Isten Gyurcsánnyal? Feri a főszereplő. Geri a balfék haver. Sőt, az eddig, mintha immunis Márki-Zay Péter is Gyurcsány lenne. És egy statiszta. Egy dologban biztosak lehetünk, hogy az Gyurcsány Ferenc ember lesz. Ezért nem lesz egyébként Márki-Zay Péter a baloldal miniszterelnök jelöltje. Nagyon dicséretes, hogy ilyen aktív szavazóbázisa van a DK-nak, akiket ennyire jól lehet mobilizálni, de ez nem elég. Kellenek azok a vidéki szavazók, akiket a Jobbik egy előválasztás alatt nem nagyon tudott mozgósítani, és akik nem biztos, hogy szavaznának Dobrevre. A Fidesz is könnyebben tud mozgósítani egy Gyurcsány névvel szemben. Egyszerűen túl nagy Dobrev elutasítottsága. Szerintem Márki-Zay jobb jelölt, mint Karácsony, de Karácsonyra is nagyon szívesen szavazok. Az egymás javára való visszalépést a két jelölt le. Jövő pirézit, közben ez már meg is történt. A parlamenti kampányt is, és utána a kormányzás feladatát is megosztjuk egymással. Szeretnénk azt is elérni, hogy a kormányzásban is közösen dolgozzunk. Az egyikünk miniszterelnök lesz, a másikunk ennek a kormánynak a második embere miniszterelnök helyettes. Gyorsan telnek az események. A Karácsony Márki-Zay összefogásnak számomra az egyik legfontosabb célja a taktikai szavazás elkerülése. A taktikai szavazás a világon sok választási rendszer, így a magyar rendszernek is egyik rákfenéje, amiről már többször is beszéltem, és ami egyébként az előválasztás első fordulójában is szerepelt. Hiába tartom Márki-Zayt jobb jelöltnek, aki az előválasztás voksolóján túl szerintem több szavazót is meg tud szólítani, mint Karácsony, de pláne mint Dobrev, Karácsonyra fogok x-elni egy hármas küzdelemben, csak azért, hogy ne vesszen el a szavazatom, és ne Dobrev legyen. Dobrevvel és a DK-val több probléma is van, de a legnagyobb, nem tudják megmagyarázni a 2010 előtti eseményeket. Mert 2002 és 2010 között volt 8 évnyi kifejezetten gyatrabb baloldali kormányzás, ahol Gyurcsánynak le is kellett mondania. Helyette a retorika. Elképesztő, hogy az embereket mennyire nem érdekli az, hogy mi az, ami elválasztott minket a múltban. Lehet, hogy a DK közönségét tényleg nem érdekli, és képesek felejteni. De nem csak a DK közönsége szavaz. 2021-nek a kihívásai, a problémája, a jövő év feladatai, azok köszönő viszonyban nincsenek azzal, ami volt 2004-ben vagy 2005-ben. Ez őszintétlen bagatelizálás. Mi az, amit másképpen csinált volna ő Gyurcsány Ferenc helyében, amikor ő kormányozott? Nagyon nehéz helyzet volt ez a 2008-9-es gazdasági válság. És az is igaz, hogy ma már okosabbak vagyunk, és a történet nem szereti a mi lett volna, ha kérdéseket. De az a válságkezelés, amit egyébként nem a magyar kormány csinált, vagy nem Gyurcsány Ferenc csinált, hanem ez volt az elvárás az Európai Unióban is, és ez volt az elvárás Amerikában is. Micsoda? Tehát nem csináltak semmi rosszat? Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint mit csináltunk. Azért nem tudják megmagyarázni, mert nem lehet. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Igen, csak ramagy kormányzás az, ami lehetővé tette, hogy 11 éve kétharmaddal sajátítsa ki magának az országot a Fidesz. A Fidesz első számú hatalmon tartója jelenleg Gyurcsány Ferenc, és vele a DK. Iszonyatos abszurdumnak tartom, hogy saját feleségével indul a magyar politikai közélet egyik legproblematikusabb figurája. Én és szerintem a nem DK-s ellenzékiek arra várnak elsősorban választ, hogy hogyan nem lenne ebből egy második Gyurcsány korszak. Erre ez a fajta félrebeszélés meg baromira nem megnyugtató dolog, mert pont ezt csinálták 2010 előtt is. Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mintha kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este. Nem akarom tovább csinálni. Ha valahogy mégis Dobrev nyer, persze rá fogok szavazni. A Fidesznél nem nehéz jobbnak lenni. De az orromat be kell fognom, mert a DK nagyobb büdös. És nem vagyok benne biztos, hogy mindenki képes az orrát befogva rájuk voksolni. További problémák ott vannak, hogy bár Fidesz ellenesek,
pont ugyanazt a taktikát csinálják, mint a Fidesz. Gyanús Facebook hirdetésekben támadnak más jelölteket Fidesz közeli intézetek kutatásaira hivatkozva, miközben arról harsognak, hogy aláírtak egy értéknyilatkozatot, amit be kell tartani. Ez mindenképpen elfogadhatatlan, és én elhoztam neked ezt az értéknyilatkozatot. Én ezt át is adnám neked, hogy olvasd el, légy szíves, hogy mit írtunk alá. A DK, ahogyan a Fidesz, a saját bázisához beszél. Ami mellesleg sokkal kisebb, mint a Fideszé, de nagy aktivitásokkal uralni tudják az ellenzéki térfelet. Csak kiragadva egy példát a DK-s kommunikációból, amikor például a teljesen kamu nyelvvizsga témával próbálta a Fidesz média Karácsony karaktergyilkolni, akkor a DK szépen azzal feküdt a téma elé, hogy Bezzeg Dobrev angol nyelven ad interjút. De nincs az ember, aki ezt ne tudná, hogy ő a felesége. És ezzel szemben a ellenzéki... Ez nem egyfajta szexizmus akkor? Szexizmus? Hát szerintem ez a történelemnek a része. Nem, ez nem szexizmus. Hiába erőlteti ezt a témát maga Dobrev is. Ez nem szexizmus, ez nepotizmus. Dobrev jó politikus is lehetne, de nem lehet elválasztani Gyurcsánytól, mindenki tudja, hogy a felesége. Tiborcz István sem lehet elválasztani attól, hogy Orbán Ráhel férje. Szalai Bobronovszki Kristófot sem lehet elválasztani Királyi Alexandrától. Az embereknek vannak saját házastársoktól eltérő értékeik persze, de ahhoz nyíltan meg kell magad különböztetni a toxikus házastársattal. Ez se Dobrev, se Tiborcz, se Szalai Bobronovszki nem tette meg, de Potyondi Edinának például sikerült. Én kis medvém átalakult. Magyar politikai életben a nők valóban alul vannak reprezentálva. Pláne, hogy asszonságozik a kormánypárt, és szülőgépeknek nézik leginkább a nőket. De nem elsősorban a nemi identitás, vagy a reprodukciós szervek tesznek valakit jó politikussá. A nők általában miniszterelnökként jobban össze tudják tartani a koalíciós kormányokat. Próbáljuk meg itthon is. Ahogy férfi politikusokból, női politikusokból is vannak tehetségesek. Hasonlítsd össze Orosz Annát, Szabó Timát, vagy Varga Juditot, Meleznai Zsuzsannával, Bangóné Borbély Ildikóval, vagy Selmeci Gabriellával. Fontosnak tartom a nemek közötti arányos jelenlétet a magyar közéletben, és a reprezentáció érdekében, ha két majdnem azonos jelölt közül az egyetlen különbség a nemük lenne, akkor én lennék a szexista, és választanám a nőt. De az emberek ennél sokkal színesebbek, és az identitás politikánál sokkal fontosabb kérdések is vannak, mint például, ki tudja megverni Orbán Viktort 2022-ben? És szerintem ez nem Dobrev. Van egy DK méretű űr a magyar politikai térfélen. A Magyar Szocialista Párt kiöregedő szavazóiból próbál valahogyan túlélni, és abból a kis vonzerőből, amit a miniatűr párbeszéd párt hoz nekik. Az LMP őszintén nem tudom micsoda, és miért is van még. A Momentum fiatal, és nem elég konzervatív. Van egy olyan űr a magyar politikai téren, ami a baloldali idősebb, nem teljesen MSZP-ben megragadt korosztályt kellene, hogy megszólítsa, és jelenleg ezt a teret a DK tölti be. A DK pedig elválaszthatatlan Gyurcsánytól. Jó lenne, ha ezt az űrt elvenné valaki a DK-tól. Mert amíg Gyurcsány létezik, addig Orbán is létezik. Még akkor is, ha ebben az előválasztásban Gyurcsányt jelenleg Dobrevnek hívják. Második forduló október 10 és 16 között zajlik, menjetek el minél többen szavazni.